A veretlenül érkező Sziget-Szentmiklósiak ellen jól kezdte a meccset a házigazda, az első negyedet 6 ponttal nyerték a cápák. A második 10 percben nyílni kezdett az olló a két csapat között, pontosak voltak a hazai dobások, így a nagy szünetre 54-33-as állásnál vonulhattak le a csapatok. Fordulás után elkezdte a felzárkózást a BKG, és 9 ponttal meg is nyerte a harmadik negyedet. A záró 10 percben is próbálkoztak a vendégek, de 9 pontnál nem tudtak közelebb kerülni a Nyíregyházához, amely magabiztos játékkal vette el a vendégek veretlenségét. Játszottunk a BKG ellen nagyon sok meccs. Egész héten készülünk erre, ami a legfontosabb dolog, hogy a nagy botton megállítunk. És a első fél időt tartottunk a 4 pontnál, és ez szerintem ez volt a kulcs. Győzelem kulcsán. Más dolog nagyon akartunk. Ezt a debreceni veresége plusz-minusz egy, ha is nyertünk, akkor is nem játszottunk úgy, ahogy játszania kell. Egy csapatnak, aki akar győzni, most inkább játszottunk azt, hogy győzelem. Örülök neki, hogy végre vártunk, hogy a végső Bálint is, Soci is egy kicsikét többet vesznek a részek a felelősség játékából, ez sikerül. Jövőre nézve ez nagyon jó dolog. Szerintem BKG játszik egy nagyon, hogy mondom, kultúrkosalabbát. Ők nem agresszívek, mint a Vasas, és lehet játszani minden két irányából. Ezért az eredmények mindig 90-80 pont, 80-90 pont, és ez közönségnek jó. Örülök neki, hogy elég sok ember volt, szurkolta nekünk, élték velünk ezt a meccset. Hát elégedett vagyok. A mezőny legeredményesebb játékosa a 31 pontos Komma László volt, aki 12 lepattanót is leszedett a mérkőzésen. Fel kellett vennem a ritmus nekem is, ugye egy kicsit más itt a szerepe, mint az előző csapatomnál. És előző meccsen fal problémáim is voltak, én is átgondoltam a dolgokat, és most egy kicsit nyugodtabban és jobb hazállással tudtam jönni erre a meccsre, és ezért jobban is alakultak a dolgok számomra. A forduló további eredményei a következők, de az U23 Meavc 79-47, TF Budapest Jászberény 112-101, Vasas Akadémia Óbudai Kaszások 80-78, Salgó Tarján Dávid Kornél Akadémia 99-67 és Kaposvár Újbuda Mavc 87-82. A tabella élén a Kaposvár áll 4 győzelemmel megelőzve a szintén hibátlan Deac U23-at. A 2-2-es mérleggel 8. Nyíregyháza csütörtökön a nyeretlen Jászberény otthonában lép pályára.